Erdő Péter bíboros úr sokunknak sok mindent jelent. Van akinek a tanár úr és a professzor. Sokunknak Magyarország primásaként a magyar nemzet Magyarország főpapja, és sokunknak lelki atya, és sokunknak a barát. Az egyház szabadságának a védelmezője, a nemzet gondolatának az ügytörténetben való ágyazója. Lehet, hogy meglepő lesz, amit mondok, de számomra Erdő Péter Víboros úr főtisztelendő 1752-es kánon. Mégpedig azért, mert ebben eszenciálisan minden benne van. Ennek a kánonnak a vége, ami az egésznek a transzcendens távlatát adja. Az, hogy úgy szól, hogy mindezt a lelkek üdvösségére figyelemmel kell alkalmazni, mert a lelkek üdvösségének az egyházban mindenkor a legfőbb törvénynek kell lenni. Ezért van az, hogy számomra, Erdő Péter az 1752-es kánonnak mindegy a megtestesülés.